ő a három amerikai játékos, aki fog érkezni 1-es, 2-es és 3-as posztra a csapathoz, illetve még egy amerikai fog csatlakozni a kerethez. A Dertetem az három játékos aláírta a szerződését, ebben Maurice Kempfosz holnap reggel csatlakozik a felkészüléshez. Reményeink szerint Ramon Moore is itt lesz már a héten, és Brandon Hobbs, aki a Carlosnak játékosa volt tavaly Spanyolországban, jelen pillanatban Ausztráliában játszik bajnokságban, és kicsit körülményesebb az idehozatala, de reméljük ő is minden hamarabb belekapcsolódik a felkészülésre. Coming, obviously, my side. It's my first conference here, first time I meet most of you guys. Anytime you want to ask me questions about these things, please feel free and we'll explain anything you want me to say. Well, basically the three players we are having on board are the three players that I believe that fit exactly the type of basketball team we want to be from. Fordítsa, vagy érted? Fordítsa, vagy fordítom, jó? Oké, először köszönöm természetesen mindenkit. Ez az első alkalom neki, hogy találkozott veletek, és természetesen majd közben is nagyon szívesen válaszol akármelyik kérdésetekre. Rátérve a játékosokra, mind a három játékos, aki a rájött szerződésünk van, illeszkedik abba az elképzelésbe, amilyen csapatot szeretne építeni. Any question? Well, Raúl Rodríguez, our assistant coach this season, is worked in Gran Canaria ACB organization for a lot of years. He's worked in other clubs in the islands too, having different positions, head coach, assistant coach, GM, all different experiences. And well, I think also this is a great situation for him to have and share this experience with me. We're very confident in each other. I'm very confident in his knowledge of basketball and his knowledge of dealing with people and how to treat people. And I think it's going to be very good for the organization, because he can help the club to be better in many areas and help the team, because he knows the game very well and he's going to help us to be a better team. Raúl dolgozott az elmúlt 10 évben különböző funkcióban, edzőként, főedzőként, vezetőedzőként, segédedzőként, general managerként a Gran Canaria és környékén. Gran Canariának volt az egyik legvezetője az utánpótlás programban. Nagyon nagy tapasztalata van mind a fiatalokkal, mind minden szintű játékossal, tehát akár az ACB-ben játszó játékosokkal. Nagyon jól tudnak együtt dolgozni, nagyon biztos benne, hogy segíteni tud nekünk nagyon sokat. Nagy szükség is van rá, és nem csak a felnőtt csapatnál, hanem az utánpótlásunknál is természetesen oda fog figyelni az utánpótlásra is, hiszen ott is megvan tapasztalata, hogy azokat a dolgokat, amiket kint látott.